A tiszamenti városban bejegyzett Vajdasági Modern Tánc Szövetség versenyére 7 ország, Magyarország, Horvátország, Olaszország, San Marino, Ukrajna, Bosznia és Hercegovina, valamint Szerbia versenyzői neveztek be. A szerbiai csapatot belgrádi, újvidéki, adai, óbecsei, törökkanizsai, csantavéri és magyarkanizsai táncklubok tagjai alkották. Szinte minden ország képviselője szép számmal jelentkezett, tehát több mint 500 versenyzőnk van ez a két nap leforgása alatt, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy színvonalas versenynek nézünk elébe. A gyógyfürdő sportcsarnokában zajló megmérettetésen a táncosok 4 korosztályban művészi, utcai és latinos beütésű táncok mintegy 10 kategóriájában versenyeztek. Egy 12 éves budapesti lány a Zorro jelmezben temperamentumos spanyol koreográfiával korosztályából az első helyről jutott az esti döntőbe. Nagyon élveztem, úgy nagyon a technikai részét nem, ugye én nem tudom pontozni, vagy értékelni, de nagyon-nagyon élveztem, és ez a fontos. Nagyszerű produkcióval mutatkozott be a magyar kanizsaiak tapasztalt versenyzője, Német Tamara is. Mivel hétköznapjait tanulással tölti Szabadkán, csak hétvégenként tud gyakorolni klubjában. Fantasy szólót táncoltam, és ahhoz képest, hogy nem sokat gyakoroltam, eléggé meg vagyok magammal elégedve, visszanéztem a videómat is, és tényleg jó volt. A magas színvonalú, látványos produkciókat, amelyekhez ötletes, olykor pazar kellékek, jelmezek és díszletek párosultak, elismert nemzetközi zsűri értékelte. Legsikeresebben az olasz táncosok szerepeltek be, azért jutott aranyérem, illetve dobogós helyezés a szerbiai és magyarországi versenyzőknek is.